Az utóbbi hónapok kétségtelenül az új generációs konzolokról szóltak, ám a PC-s platformot sem kell félteni, hiszen 2020-ban is 37 milliárd dollár termelt a teljes videójátékos ipar számára. Nem csoda, hiszen a legnagyobb címek rendre megjelennek számítógépekre, most már ott tartunk, hogy korábbi PS4 exkluzív címek is, ugyanakkor nehéz olyan nagyobb vagy ígéretes játékokat találni, amiket kizárólag PC-nél veszhetünk. Ennek ellenére összeállítottunk egy olyan listát, amin olyan címek szerepelnek, amiket 2021-ben kizárólag a PC-s közönség élvezhet majd. Például olyan gamer gépeken, mint az Asus ROG Strix G séria legújabb modelljei, melyek akár AMD Ryzen 9-es processzorral és Nvidia GeForce RTX 3080-as videokártyával felszerelve is kaphatók, így nincs olyan játék a piacon, ami kifogna rajtuk. A tükörsima játékélményről a 300 Hz-es Full HD kijelző és az adaptív Sync támogatás, míg a túlmelegedés megelőzéséről a folyékony fémhűtés gondoskodik, a hangokat pedig minden eddiginél tisztábban, két AI élvezhetjük. A Rockstrix g széria notebookjai nem csak teljesítményük tekintetében, hanem megjelenésükben is feltűnőek, hála az újra tervezett alsó RGB fénysávnak, illetve az ízlés szerint testre szabható armor sapkáknak. Új Asus ROG Strix G széria. Emeld a tétet, játsz stílusosan. És most lássuk a listánkat. Az Endless Legends és Endless Space játékokat jegyző Amplitude Studios nem kisebb feladatot vállalt magára, mint hogy konkurenciát állít a Forex stratégiai játékok királyának a Civilization sorozatnak. A Humankind le sem tagadhatná, hogy honnan merített ihletet, hiszen ebben a játékban is egy nemzetet irányítva kell végig navigálnunk az emberiség történetén, mi több ehhez egy hat álló térképet használhatunk. A játék különlegességét azonban az adja, hogy nem egy előre definiált és kiválasztott civilizációt kell noszogatnunk, hanem egy olyat, amely az idő nyeri el saját identitását azáltal, hogy fontos döntéseket hozunk a hódítás, a diplomácia, a vallás, a gazdaság, a technológia és a kultúra terén. A fejlesztők azt remélik, hogy ettől sokkal rugalmasabbá, kiszámíthatatlanabbá válik a játékmenet, és mivel a Humankindban ban 6 korszak lesz, ezek elérésével pedig minden alkalommal 10 civilizáció közül választatunk, melyek egyedi egységeket és bónuszokat biztosítanak népünk számára, így gyakorlatilag végtelen játékidőt garantál a program. Az Amazon borzasztóan szeretne beszállni a videojátékos iparba, és bár a cég eddigi próbálkozásai nem sültek el túl jól, a New World lehet az a játékuk, ami megtöri ezt a sorozatot. Lényegében egy több játékos nyitott befejezésű sandbox programról van szó, amiben saját sorsunkat formálhatjuk a többi felhasználóval összefogva, vagy éppen megküzdve Eternum szemet gyönyörködtető, de roppant veszélyes vidékén. Társainkkal csapatokba verődbe meghódíthatjuk a szörnyek által lakott vadont, hogy civilizációt építsünk, vagy nekivághatunk egyedül a gyilkos bandit és természetfeletti lényekkel benépesített játéktérnek, ahol nem csak a napszakok és az időjárás, hanem az évszakok is változnak. Természetesen a harc mellett békés tevékenységeket is űzhetünk, fát vághatunk nyersanyagnak, horgászhatunk és vadászhatunk élelemnek, illetve ritka nyersanyagokat gyűjtögethetünk, hogy aztán egyedi tárgyakat rakjunk belőlük össze. A The Vanishing of Ethan Carter alkotói a The Astronauts készülő játékukkal igen messzire merészkedtek a séta szimulátorok műfajától, a Witchfire ugyanis egy ízig vérig akciójáték lesz. A belső nézetes Dark Fantasy le sem tagadhatná, hogy a fejlesztői egy korona Painkilleren is dolgoztak. A horrorisztikus hangulat, a különleges fegyverek, a gótikus épületek egyaránt az adrenalin bomba FPS-t idézik. A Witchfire-ben egyébként egy inkvizitort alakítunk majd, aki az egyház megbízásából boszorkányokra és mindenféle természet feletti lényekre vadászik különleges fegyvereket bevetve. Az Unreal Engine 4 segítségével készülő játék pokoli jól pláne, hogy fotogrammetria eljárással készül, vagyis valós környezeti objektumokat szkenneltek be a világ megalkotásához. A Witchfire 2015 óta készül, és nagyon bízunk benne, hogy idén már belevethetjük magunkat a boszorkány a Red Barrels csapata alaposan ránk hozta a frászt az Outlast sorozat eddigi epizódjaival, és hála az égnek erről a jó szokásukról nem tettek le, ám a széria világában játszódó The Outlast Trials egészen új élményt fog nyújtani a megszokottakhoz képest. A korábbi részek előtt a hidegháború alatti időszakban kell majd túlélnünk benne, ám nem egymagunkban, hanem akár három társunk, pontosabban három másik tesztalany oldalán vághatunk neki a horrorisztikus kihívásoknak. A The Outlast Trials-ben ugyanis, ahogyan azt a címe is sejteti, valamiféle per pervers kísérlet részeként az életünkért kell majd menekülnünk. Ennél többet egyelőre nem fettek fel a játékkal kapcsolatban, így nincs más hátra, mint várni a 2021-re ígért megjelenést. A Creative Assembly sötét fantasy szériája záró darabjához érkezik idén a Total War Warhammer 3-mal, ehhez méltóan pedig egy igen nagy szabású játékot készítenek. Ezt jelzi, hogy ebben a részben több játszható frakció lesz megjelenéskor, mint az előző két játékban. Az már biztos, hogy Kislev, illetve a keleti kultúrák által megikletett Grand Ketei frakciók mellett a Káosz négy istene által vezérel démonseregeknek is parancsolhatunk majd, ha úgy tartja kedvünk, de egy további faj még bejelentésre vár. A körökre osztott stratégiát a való idejű taktikával keverő játék ezúttal sokkal nagyobb térképet kap, a kampány, illetőleg az új játékmóddal turbózott multiplayer mellett pedig már leleplezték a survival battle kihívásokat is, melyek során a káoszisten birodalmában kell megküzdenünk a hely bajnokaival, miközben még három zónát is meg kell védenünk. Unatkozni nem fognak a sorozatrajongói, annyi bizonyos. A lengyel Jujubit többek között a CD Projekt Red egykori munkatársai alapították, készülő túlélős játékuk a Dark Moon pedig egy különösen extravagáns ötleten alapszik, folyamatosan futnunk kell a nap elől. A játékban ugyanis egy holdra küldött bányász expedíciót irányítunk, amikor is a rendszerünk legfőbb égi teste úgy dönt, hogy mindent szana szétéget. Emiatt megszűnik a kommunikáció a földdel, így magunkra maradunk a hatalmas mechanikus lábakkal felszerelt bázisunkkal, melyet folyamatosan a hold sötét felén kell tartanunk, ha nem akarunk elolvadni. Szerencsére az úgynevezett megaplexünk fejlesztető, mindenfélét lehet ráépíteni és számos túlélőt képes befogadni. De így is nehéz döntések várnak ránk, mert például a legénységünk számára nagyon nem mindegy, hogy kikkel kell egy fedél alatt túlélniük. A Dark Moonnak nem csak a játékmenete tűnik izgalmasnak, de grafikailag is feltűnően hangulatosnak ígérkezik. Az előzetes tervek szerint már tavaly meg kellett volna jelenjen, de a Covid járvány közbeszólt, reméljük 2021-ben eljuthatunk a hold sötétebbik felére. Az orosz fantasztik csapatának feltett szándéka, hogy megmutassa nekünk, mi lenne túlélni egy zombik által ellepett posztapokaliptikus világban. A The Day Before ötlete talán nem túl eredeti, de a megközelítése figyelemre méltó, hiszen a fejlesztők zászlóra tűzött jelszava a realisztikusság. A nyílt világú MMO-ban a HUD minimális lesz, éppen ezért hagyományos érzékeinkre kell majd hagyatkoznunk a túlélés során. A lövöldözés mellett pedig kivégző mozdulatokkal megspékelt, kidolgozott közelharci rendszert is kapunk. A lepusztult világban természetesen nem csak a Zombik, hanem más játékosok is az életünkre törhetnek, így PvP és PvE csatákra egyaránt számíthatunk, na meg biztonságos emberi kolóniákra, ahol más játékosokkal léphetünk majd kapcsolatba, csatlakozhatunk csoportokhoz, küldetéseket vehetünk fel, vagy egyszerűen csak elüthetjük az időt. Roppant ígéretesnek tűnik a The Day Before koncepciója, reméljük idén már bele is kóstolhatunk a túlélésbe. A 2016-ban megjelent szadista RPG, a Darkest Dungeon azzal szerzett magának hírnevet, hogy a katakombákba lemerészkedő kincsvadász hőseit mindenféle fóbiákkal, mániákkal és egyéb pszichikai problémákkal sújtotta, és egy-egy apró megingásukat is kegyetlen halállal torolta meg a program, ami persze ezek mellett zseniális fejlődési rendszerrel és hangulattal is rendelkezett. Idén pedig jön a folytatás, igaz csak korai hozzáférésben és az Epic Games Store kínálatában, de ha ez az ára, hát nem bánjuk. A folytatásról nagyon sok minden még nem derült ki, de ezúttal már stilizált 3 d grafikát kapunk Unity motorral, a játéktér pedig sokkal terebélyesebb lesz, így nem csak egy faluban és környező kazamatáikban fogunk agonizálni, hanem világszinten elkezd majd terjedni az őrület. A fejlesztő Red Hook szerint a folytatásban a harcrendszer hasonló, de fejlettebb lesz, a játékmechanikát pedig teljesen újra gondolják. Részünkről alig várjuk, hogy újra megkínozzanak minket a legsötétebb dungeonökben. Az Age of Empires 4 a Microsoft arra tesz egy próbát, hogy új életet leheljen a mondhatni tetsz halott állapotban lévő valós idejű stratégiai játékok műfajába. Az új felvonás a középkorban fog játszódni, a megjelenéskor pedig 8 civilizáció lesz elérhető, köztük olyan ismerős nemzetekkel, mint az angolok, a kínaiak, az indiaiak vagy a mongolok. Az Age of Empires 4 nem titkoltan a második rész legjobb játékelemeit veszi át és modernizálja, de azért bőven lesznek új megoldások is, például az ostromok sokkal kidolgozottabbak lesznek, de egyéb taktikai elemekkel is bővül a játék. A fejlesztők arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy az újoncok számára is érdekessé, és hozzáférhetővé tegyék az Age of Empires 4-et, így egy teljesen egyedi oktató-elemző rendszer dolgoztak ki arra, hogy zöggenőmentesen vethessük bele magunkat a középkori háborúkba idén ősszel. Az Owlcat Games csapata a 2018-as Pathfinder Kingmaker-rel tette le névjegyét a szerepjátékos asztalra, és bár nem volt hibátlan a Baldur's Gate nyomvonalán haladó, kisé-régiesnek ható RPG, a közönség egy jelentős része nagyon megszerette. Olyannyira, hogy a közvetett folytatáshoz, a Pathfinder Wrath of the Righteous-höz pillanatok alatt összekalapozták a megfelelő szeget Kickstarteren, ami természetesen egy felülnézetes CRPG lesz. A fejlesztők szerint az egyik legnagyobb újdonságot az jelenti majd, hogy egy elég sötét világ vár ránk, melyben a legtöbb szereplő morálisan nem éppen makulátlan. Ezúttal nem egy egész királyságot, hanem csak egy hadsereget irányítunk, a feladatunk pedig az lesz, hogy lovagjaink élén felszabadítsunk egy démonok által megszállt területet. Ám ez nem azt jelenti, hogy minden démon gonosz és minden lovag szent, jó szerepjátékhoz méltó módon ettől sokkal bonyolultabb és szövevényesebb lesz a helyzet. Szerintünk ezekért a játékokért lesz érdemes bekapcsolni a PC-nket, ha tényleg megjelennek 2021-ben, ami a vírus helyzet miatt azért minimum kérdéses. Lehagytunk volna valamit a listáról? Nosza, írjátok meg kommentben, legközelebb pedig újra találkozunk. Sziasztok!